Isten tiszteleten ünnepélyes keretek között adták át Mór új óvodáját. Az Ábrahám János Református Óvoda és Mini Bölcsöde, a Magyar Református Egyház országos óvoda programjában a mai kor pedagógiai elvárásainak figyelembevételével épült közel 625 millió forintból. Mi reformátusok, és nyilvánvalóan a Móri gyülekezet is, azért alapítunk iskolákat, óvodákat, mini bölcsödéket, hogy kincseket adjunk a gyermekeinknek. Azért, hogy megtanítsuk Isten igéjét gyermekeinknek. Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár az átadó ünnepségen köszönetet mondott a szülőknek, hogy engedték gyermekeiket megszületni. Mint mondja, ez azért fontos, mert egyházaink, kereszténységünk kultúrája hittel és lélekkel teli. A református óvoda program és egyéb református óvoda építkezések eredményeképpen szerte az országban 71 óvoda épült vagy bővült ki. Óriási nagy dolog. És mindez, hogyha azt nézzük, hogy hány gyermeket érint, hány kicsi gyermeket, akiket engedtek a szülők megszületni, 3200 férőhelyről beszélünk. Az óvoda építési munkálatai 2022-ben kezdődtek meg, idén szeptemberben pedig megnyílt az intézmény a gyermekek előtt. 49 óvodás és 7 mini bölcsödés kezdte meg a nevelési évet az 560 négyzetméteres épületben, amelyben két óvodai és egy mini bölcsödei foglalkoztatót, ezen felül egy tornaszobát, egy többfunkciós helyiséget, sószobát és logopédia szobát alakítottak ki a kiszolgáló helyiségek és irodák mellett. A csoport szobákhoz részben árnyékolt, burkolt teraszok és egy nagy parkos és felszerelt óvodai és bölcsödei játszóudvar készült.